A szeptember 19-i jótékonysági kerékpártúra részleteit ismertették szerdán a rendezvény védnökei, azaz Kara Ákos országgyűlési képviselő, valamint a Győr Plusz média munkatársa Harcsás Judit. 2014-ben immár 12. alkalommal rendezik meg a különleges kerekezést, melyben 29 iskola, mintegy 430 tanulója vesz részt, így általános és középiskolások és egyetemisták is teljesítik a 15 kilométeres távot. Ez a nap, ez azoké lehet, akik egy kicsit másképpen élnek, fogyatékossággal élnek, rájuk kevesebb figyelem irányul, több segítségre lenne szükségük, és lehet, hogy ezek a diákok soha többé nem jutnak el ilyen intézménybe, de kapnak egy olyan élményt, egy olyan napot, amikor el tudják képzelni, hogy milyen ott az élet. A kezdeményezést magánszemélyek és vállalatok egyaránt támogatják, a felajánlásokból pedig a Répce utcai Idősek klubja, a Táplánypusztai Szociális Központ, a Nyúli Márton lakóotthon és a Segítőház Alapítvány részesül. Persze, aki tud, az még mindig segíthet. Ennek többféle formája van, az egyik lehetőség például, hogy a Segítőház Alapítványnak ad valaki egyfajta támogatást, vagy mondjuk konkrétan a rendezvényhez a vizet, innivalót vagy az ételfőzésben segít, de az is lehet, hogy mondjuk például a Nyúli Márton lakóotthon esetében mi felhívjuk a figyelmet arra, hogy ott van egy magánjótékonysági kezdeményezésű intézmény, és akkor valaki közvetlenül is támogathatja ezt az intézményt. A menet pénteken a BEM téről indul, és meg sem áll a Táplánypusztai Szociális Központig, ahol a túra résztvevőit finom ebéddel és kulturális műsorral várják az intézmény lakói.